Régóta várt beruházás valósulhatott meg Nyírgyásén. A község korábbi egészségháza még a 70-es évek elején épült, azóta csak kisebb módosításokat végeztek el az épületen. Az önkormányzat 2016-ban a terület és településfejlesztési pályázat keretében nyújtott be sikeres pályázatot az egészségügyi központ megújítására. Korábban hátrányt jelentett, hogy a helyi védőnői szolgálat elkülönítve a görög-katolikus egyház egyik közösségi termében üzemelt. A jövőben azonban ez az ellátás is a házi orvosi és fogorvosi rendelővel közös épületben működhet. Nyírgyelse polgármestere úgy fogalmazott, a település egészére nézve kiemelt jelentőségű ez a fejlesztés. Nagyon fontos, mert elavultak voltak az eszközök, a régi eszközök is, és azért egy új fogorvosi székkel, egy új fogorvosi berendezéssel megpróbáltuk a házi orvosi szolgálat eszközeit is teljesen újjávarázsolni, és ez egy nagy dolog itt a település életében, hogy új eszközöket tudtunk beszerezni, és így beindul, bízunk benne, hogy a település életében egy falu megtartó erő lesz ez a település életében, mert kiöregedő település vagyunk, és nagyon fontos, hogy itt a helyi fiatalok, meg a más településről is ideérkező próbáljon itt letelepedni, és itt maradni nálunk. Az átadó eseményen az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár azt hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban tapasztalt jól koordinált védelmi intézkedések jelentős mértékben függtek az alapellátás minőségétől. Csányi Endre Péter úgy fogalmazott, hosszú távon úgy érhető el az egészségügy előrelépése, ha a kis települések is ilyen létesítményekkel és eszközökkel gazdagodnak. A közösség egészsége, testi-lelki egészsége szempontjából az alapellátásnak egy nagyon fontos összefogó kapuőri szerepe van. Itt Nyírgyelsén az alapellátás megújulásának lehetünk tanúi. Ezzel a 76 millió forintos uniós forrással, a kormányzat támogatásával megvalósuló egészségházzal, ami a térség egészségház fejlesztéseinek az egyik gyöngyszeme lesz, és bízunk abban, hogy a lakosság az itteni polgárok egészségéhez jelentősen hozzá tud járulni. Simon Miklós országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az elmúlt években jelentős mértékben fejlődött a térség településeinek infrastruktúrális háttere. Mint mondta, a köznevelési és szociális fejlesztések mellett a kormány kiemelt területként kezeli az egészségügyi ellátás javítását. Ez pedig nem csak Nyírgyelsén volt tetten érhető a közelmúltban. 8 év alatt 18 egészségház újult meg a választókerületben, Bököntől Mérken keresztül Vállaig, ahol ugye Mérken, Vállajon, Penészleken, Pócspetriben új egészségházat építettünk. Nyírmihályban is megújult, míg itt Nyírgyelsén adtuk át tehát az utolsót ebben a szakaszban. És ilyen formán nyugtázhatjuk azt, hogy ez a program, ez rengeteg lehetőséget adott a településeinknek. Az egészségügyi központot 60 millió forint Európai Uniós forrásból és 16 millió forint állami hozzájárulással újíthatták fel. Nyírgyelsén jelenleg a gyors internet hálózatának kiépítése van folyamatban, a közeljövőben pedig járdák rekonstrukciója és kerékpárút építés kezdődhet meg.